Az én megítélésem szerint a vallás egy olyan komplex társadalmi rendszer, amely az egyén számára közösségi hovatartozást biztosít, és lehetőséget kínál a kereső embernek, hogy az őt foglalkoztató egzisztenciális kérdésekre választ találjon. A vallás az emberből kihozhatja a legjobbat és a legrosszabbat. Ugyanúgy, mint ahogy a vallás megítélése is alapjában véve az embereknek a magatartásán keresztül történik. Az egyén magatartását és a vallás erkölcsi rendszert nem lehet elvonatkoztatni egymástól, hogyha a kettő nem felel meg egymásnak, akkor képmutatásról beszélhetünk. Az én véleményem szerint a modern és a premodern államot az különbözteti meg egymástól, hogy a premodern államok a vallást eszközként használják. Része a hatalmi struktúrának és a társadalom domestikálásának. A modern államok szabadon hagyják a vallási dimenziót, és semleges teret hoznak létre, hogy a különböző vallások nyugodtan, konfliktusmentesen egymás mellett élhessenek. Hogyha az állam beavatkozik a vallási dimenzióba, azzal általában sokkal többet árt, mint használ, és a történelem azt igazolja, hogy azok a vallások, amelyek összefonódnak az államhatalommal, az államhatalom bukásával vagy megingásával, mindig nagyon keservesen megfizetik ennek az összefonódásnak az árát.